Kaposváron vagyunk. A Kaposvári Intermodális Pályaudvar és kapcsolódó létesítmények fejlesztése projekten. Ugye itt a projekt keretében átépül a távolsági buszpályaudvar, a helyi buszpályaudvar, és két új műtárgyat építünk vasút felett. Az egyik, amin éppen állunk, gyalogos kerékpáros közlekedésre szolgál. Ez egy acélműtárgy, ferdekábeles, 50 méter magas pilonnal, remélhetőleg akár a város szimbólumává is válhat. A másik műtárgy kicsit odébb, keletebbre található, ami egy közúti felüljáró. Ez egy 42 méteres vasbetongerendás műtárgy, ami nagyban megkönnyíti majd az autósok életét itt Kaposváron, hiszen a korábbi vasúti szintbeli kereszteződést váltja majd ki. A projekt 2017. októberében indult, és várhatóan 2020. szeptemberében kerül sor a műszaki átadásra. Változó létszámmal dolgozunk a projekten, a maximális létszám eléri a közel 100 főt, éjjel-nappal dolgozunk, éjszaka a főbb munkanemeket a műtárgyakon feszültségmentesítés után, vágányzár közben tudjuk elvégezni. A projekt nehézségei közé tartozott, hogy ugye majdnem belvárosi környezetben dolgozunk, rengeteg föld alatt lévő olyan közművel és olyan építményekkel találkoztunk, amire nem is számítottunk. További nehézséget okozott, hogy nagyon sok szakágat kellett összehangolni. A Svitelskin belül is majdnem az összes üzletág képviselteti magát, sőt a Svitelski vasúttechnikával is együtt dolgozunk. A projekt lényege, hogy egy helyen koncentrálódik mind a távolsági, mind a helyi buszpályaudvar, illetve kapcsolódik a vasúthoz, tehát a közlekedőknek ez könnyebbséget fog okozni. Büszke vagyok arra, hogy ezen a projekten dolgozhatok, és főleg büszke vagyok arra, hogy a kollégáim minden nap helyt állnak a munkaterületen, illetve az íróasztalok mögött is. Remélem, hogy majd az itt lakók is örömmel fogják birtokba venni a műtárgyakat, illetve az új pályaudvart, és úgy gondolnak vissza az építkezésre, mint egy szükséges rossz, de a végeredménynek mindenképpen örülni fognak.